bevallási határidőre figyelmeztet a NAV. A kisadózó vállalkozások tételes adóját február 25-éig kötelező elkészíteni. A részletekről dr. Imre Zoltán, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom megyei adó és vámigazgatóságának adószakmai sajtóreferense számolt be tévénknek. Február 25-éig kell benyújtani a 19 jelű bevételi nyilatkozatot a katásoknak a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Erre lehetőség van a hagyományos általános nyomtatvány kitöltő program, az ANK ismertebb nevén. Ezzel kitöltött 19 katajelű bevallás kitöltésére és benyújtására, de idéntől van egy új lehetőség, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás az ONYA segítségével is elkészíthető a 19 kata bevételi nyilatkozat. A legtöbb katás ezzel a 19 kata online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül el tudja készíteni nagyon hamar a bevallási nyilatkozatot, ugyanis az ügyfélkapus beazonosítást követően felhozza a vállalkozás és a cégnek az adatait. Az ONYA, ez egy webes kitöltő felület. Ez gyorsabb és egyszerűbb kitöltést tesz lehetővé, ugyanis mivel eleve felhozza az adatokat, a cég vagy a vállalkozó adatait, ezen kívül már csak a legtöbb katásnak 3 adatot kell megadnia. Meg kell adnia az időszakot, a hónapok számát, és a legfontosabb a bevétel 1000 forintban. Azok a katások is tudják használni ezt az ONYA felületet, akiknek ezen kívül a 3 adaton kívül egyéb adatot is meg kellene adnia, például egy adózótól a naptári évben 1 millió forintnál több bevételt szerzett, és erről van egy nyilatkozat, vagy pedig, ha meghaladta a 12 millió forint bevételi összeghatárt, és 40%-os mértékű katafizetési kötelezettséggel keletkezett, vagy késedelmi pótlékot, netalán társasági adót kell beadni ebben a 19 katás bevallásban. Az ONYA a NAV honlapjáról is elérhető, valamint a webes felületről. Az ONYA egyébként azért egyszerűbb, mert nem kell hozzá külön segédprogramot letölteni, hanem egy webes kitöltő felületen már beazonosítva tudunk belépni a bevallási felületre. Körülbelül hány katás van Komárom-Esztergom megyében? A NAV 9600 egyéni vállalkozó katástól várja a 19 katajelű bevallást, és 700 katás cégtől február 25-éig. Az 1+1%-ról rendelkezhetnek-e a katások? Abban az esetben rendelkezhetnek az SZE 1+1%-áról, hogyha van összevonás alá eső jövedelmük, mint például munkabér, megbízási szerződés vagy ingatlanbérbeadásból származó jövedelem, ugyanis ekkor keletkezik SZE fizetési kötelezettségük, amiről tudnának rendelkezni. De alapesetben, ha a katásnak csak a vállalkozói jövedelme van, akkor nem. Bevallási tervezetet készít a NAV nekik? Abban az esetben, hogyha, tehát ugyanaz a válasz, mint az előzőnél, hogyha van összevonás alá eső jövedelme, amiről munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás érkezik a NAV-hoz, akkor készül részére is bevallási tervezet, és ebben az esetben március 15-től a katások, de egyébként az evások is elérik ezt a bevallási tervezetet, ami újdonság idéntől, hogy ugyanúgy, mint az összes többi magánszemélynek, a katásoknak és az evásoknak is automatikusan átfordul május 20-ával érvényes SZIA bevallásra. Ennek ellenére azért javaslom, hogyha lesz bevallási tervezete, mindenképpen tekintse meg a katás is, hiszen előfordulhat, hogy nincs benne az összes jövedelem. Ha például volt ingatlan értékesítésből származó jövedelme, az biztosan nem fog belekerülni. Érezhető-e már a NAV ügyfélszolgálatain egy kisebb fajta roham? Igen, mint ahogy befele jöttünk és lehetett már látni, hogy sorakoznak már, gyülekeznek az ügyfelek. Ugye megkapták január 31-ével a munkáltatói kifizetői igazolásokat, és elkezdtek bejönni már azok az adózók, akiknek visszaigénylős bevallása van. Azonban türelmet kérünk azoktól, akiknek nem visszaigénylős a bevallása, hiszen március 15-től elérhetőek lesznek a bevallási tervezetek az ügyfélkapuval rendelkezőknek, akik pedig nem rendelkeznek ügyfélkapuval, 6 módon kérhetik a NAV-tól, legtöbben SMS-ben kérték, hogy küldjük ki, kinyomtatva a bevallási tervezetet.